körbevesznek 500-an, és nem engednek, és azt kiabálják, Allah Akbar, és nem tudsz tovább menni. De mit szólsz akkor a menekültekhez? 66 évvel ezelőtt, 1950. május 6-án indult ennek a falunak a tervezése és építése, akkor 400 görög családot telepítettek ide le, akik a polgárháború elől menekültek. Máshogy írtak, máshogy beszéltek, és más volt a kultúrájuk. Pont ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy hol tart ma a falu, és mit gondolnak a menekültválságról. Mit szól ahhoz, hogy most ekkora kampány van az országban? Hát itt mégiscsak menekültek élnek. Hát valahol be kell fogadni őket. És maga befogadná őket? Hát valahol, hát a más ország befogadta. Én nagyon durván bajszos bácsit láttam, tuti görög, elcsípjük. Menekült kérdésben mi az álláspont a faluban, azt lehet tudni? Nem nagyon beszélgetnek róla, általában azt válaszolják. Mi nem hívtuk őket, nem kéne ide jönni. Nem kéne ide jönni? De hát ez egy olyan falu, ahol tulajdonképpen háborús menekültek élnek. Ők asszimilálódnak, és asszimilálódtak a menekültek, hiszen erre mondanám, hajlandóak. És itt azért félnek a menekültektől? Ugyanúgy más is megcsinálhatja, ez nem csak a menekült. Ha tömegesen jönnek, de hát nem jönnek tömegesen, kevesebben jönnek, mint ahány görög idejött. Nem csak ez, ebbe a faluban mondjuk 70%-ig sem munkanélküliség. És na most akkor, amikor egy munkanélkül kap mondjuk 500 forintot az államtól, a menekülteknek a 6000 forintot. Nem kap. 5000 valahány forintot. Egyszeri. Mi? Egyszeri. Kapják. Az egy kicsit kiveti az egyszerű emberbe a összeset. Ugyanúgy ők is emberek, bár eddig ide hálisnak nem az, hogy hálisnak nem jöttek ide, nem voltak még ilyenek. Vannak, akik... Csak kicsúszott ez a hálisnál, ez minek? Hát nem az, hanem most én arra értem azt, hogy most megrohannak minket itt 500-an. Most én erre értem, hogy most írteni, hogy ilyen tömegra érekezne. Nem azt mondom, szerintem biztos van, ez a lélekhatárszám nálad, az 500-as? Ön szerint a szírek hajlandóak lennének szírtakizni? Te befogadnál egy Aleppóban lebombázott családot mondjuk két gyerekkel? Voltam. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt azt is figyelni kell venni, hogy az a bizonyos ember, aki úgymond befogadnám most valami, hogy az is milyen körülmények között él. Van-e mondjuk recina? Tehát, hogy egy görög cukrászdában vannak egy görög italok? Recinánk jelenleg nincsen, ugye ez itt a nyári ital. Van Mavrodafni, van Uzon, van Metaxán. Mavrodafniból lehet egy decit kérni csak? Hogy ne? Kérlek szépen. Azon gondolkodott a görög közösség, hogy lehet, hogy csak nekem csípődik be, hogy a menekült és migráns szót azt egy pillanat alatt ki lehet csinálni görögre? Meg is kaptuk, tehát azért kaptuk mi ezt. Kövér László magaslatóba szeretnék süllyedni, vagy repkedni, hogy ön szokta énekelni a magyar himnuszt, amikor meghallja? Hát ha megyünk ünnepségekre, persze. Tudja, hogy hol beszélik Jézus nyelvét egyedül a világon? Az arámi? Hol beszélik? Egész pontosan. Gázából lejjebb. Szíriában. Nem tudok. Szíriában. Girosz vagy a paprikás csirke? Paprikás csirke. Görög-magyar meccsen? Döntetlen. Nekem mi a véleményem a migránsokról? Migránsokról? Attól függ, hogy most azért menekül ide, azért jön ide, mert annó idején az én nagyszüleim, amiért ide jöttek, akkor azt mondom, hát persze, de hogyha azért menekül ide, vagy azért jön ide gazdasági menekült, az nem biztos, hogy nekünk jó. Tehát Magyarországnak jó. Torej v tenas ty i v té robu jen nás na kapotu. Padus de domu stára v tom